Az én spirál füzetemet, ugye nem volt még Xerox, meg ilyesi, valamilyen katonatársak lefényképeztek mikrofilmre minden egyes oldalon. Rendőrhatósági figyelmeztetést kaptam. Azt a mindenki. Mit akarunk? Hagyni egy nyomot a világba? Hát én ezt a nyomot hagytam az ő életén, hogy kicsit átírtam az anyja halálát. Én nem vagyok igazából... Nem vagy egy társaság nyomja? Nem vagy, abszolút, nem vagyok ilyen bohém. Hogy az írókat bohémek. Elképzeljük. Nem, meg, nem? Én nem. Én olyan vagyok, mint egy könyvelő. A táska. Bene csúk. Vagyok. Gyere. Helyezd magad kényelemben állam. Jó. Na. Szóval akkor a táska továbbra is megy veled mindenhová. Hát kell, mert ami benne van, az mindig kell. És ami benne van, ami kikandikál belőle, az a vadonatúj könyved. Igen. Ágyba is magammal vittem. Tényleg, tegnap láttam a posztodat, hogy megérkezett, tehát ez még nagyon friss élmény. Nagyon idehozzák. Aha. És mint egy gyermek úgy örültél neki. Igen. De ennyi könyv után, ennyi év után is még van ez a gyermek. Hát ez olyan, hogyha valakinek van már három gyereke és születik egy negyedik. Hát, nem tudom. Nekem egy van, de persze, csak viccelek. Nekem három van, én nem viccelek. Jó, de ebből kettő egyszerre született. Az igaz. Az nem könnyíti a dolgot. Na, de hogy, és számolod egyébként még, hogy hány kötetes szerző vagy, vagy már elengedted ezt valamikor? Ez azért nehéz kérdés, mert új kiadások vannak mindig. Igen. Tehát az eredeti könyvek, azok olyan 40 körül, de a kiadott könyvek inkább 60 és 70 között, és akkor még csak Magyarországról beszéltünk. Hát igen, mert például az apák könyvét 27 nyelvre fordították. Igen. Wow. Na szóval itt van azért nekem is ez. Tessük meg. 57 lépés. És ez egy olyan jó kis kompakt dolog, ugye? És ebből egy sorozat lesz. Igen. Na, de elmeséled, hogy ez hogy miért sorozat, és miért kompakt? Azért kompakt, mert a világunk kompaktá vált, vagy a fogyasztási szokásaink, úgymond? Én nem tudom, hogy a világunk kompaktá vált. Tudom. Szerintem igen. De, hát jó. Akkor igen. De az úgy van, hogy én mindig úgy okoskodtam, amióta ilyen menő szerző vagyok, ha szabad így mondom. Az mióta van szerinted? Hát, mondjuk az Anya csak egy van óta van, ami pedig volt ilyen, hogy 95. Aha. És ez egybeesett a tévés egy kicsit előbb volt, de már mindegy. Igen, 90. A menő szerző az az, akinek annyira sok példányban veszik a könyveit, hogy a kiadónak már ő diktál. Aha. Tehát ő mondja meg. Most akkor egy olyan kiadónál voltam, amit én alapítottam korábban, de már se tulajdonos nem voltam, se vezető, csak ott maradtam, mint hűséges szerző. És ott persze azt csináltak, amit mondtam, de ott mindig képviseltem a kiadó érdekeit is, noha ez csak egy elv volt részemről. De aztán az Abúvótól eljöttem, és elmentem az Európába, és ott már én mondtam, hogy mi legyen, nagyon határozottan. Én nekem az volt az elvem, már az Európánál igen. Is, hogy próbáljunk egy kis vastag dagi könyveket csinálni, mert akkor megjelenik egy könyv, és kerül mondjuk 3500 forintba, és esetleg van benne 2-3 kis regény. Uh-huh. Ezek után nyomások, kiadások. Igen. És gondoltam, akkor jól jár az olvasó, 3500-ért kap, egyet fizet, hármat kap. Mert ha kiadják a hármat külön-külön, akkor meg lesz 2500, igen, és egyszerű szózással igen. A jobbak ezt tudják már követni. Na de rengeteg kritikát kaptam olvasótól, hogy egy. Miért kell nekem megvenni a hármat, mikor egyet már olvastam? Aha. Ő azt szeretné, hogy kettő legyen, a másik. Én kettőt olvastam, legyen csak egy. És akkor ezek úgy jöttek. Akkor másik fajta. Nem fér bele a retikülömbe, a zsebembe, nem tudom jól olvasni a vonaton, a villamoson, a buszon, a repülőn. És
ez úgy addig-addig jött, és én mindig odafigyelek minden kritikára, akárhonnan jön. Addig-addig mondták, még gondoltam, jó, akkor legyen egy sorozat, aminek ez lesz a cím, hogy Karcsú könyvek, két egymásnak fordított K, az milyen jó logó, és akkor ilyen kis, a régi könyveim közül ilyen kis vékonykákat. Igen ám, de amikor ezt kitaláltam, az már egy-két éve volt, mindig más volt, és akkor azt úgy beterveztem, hogy majd idén. Hát akkor közben itt a nagy pandémiában írtam egy új kis regényt. És azt beszéltük meg, hogy ez 10 darab lesz, ilyen egyformák, mindegyik címlap egy égboltot fog ábrázolni, stb. És akkor írtam egy kis regényt önmagamat meglepve, mire nem számítottam, de olyan jól esett, hogy megírni, hogy el is határoztam, hogy a 10-ből 5. 5 friss lesz. Aha. Kész, ennyi az egész. Az a nagyon érdekes nekem ebben, hogy az 57 lépésben, hogy ugye ezek női történetek. Én nem nagyon hiszek abban, hogy van női irodalom, meg férfi irodalom, női szöveg. Tehát szerintem jó szöveg van, meg érdektelen szöveg van, stb. Viszont a történet az szerintem lehet női, hiszen ezek is, ez 4 nő nek az összefonódó története, akik igen, közül ugye 3 lány, anya, nagymama. Igen. És mindegyik egyes szám első személyben szólal meg. Igen. Mindegyik asszony. Ami szokatlan az én munkásságomban. Igen, az anyakönyved volt. Hát az a fele egy mondom. A fele, igen, amire nekem azonnal bekapcsolt az asszociáció, hogy anya csak egy van, volt még ennyire erősen női hang. Szóval, hogy a női hang, az hol van benned? Hol találod meg? Na jó, de visszatérek arra, hogy azt mondod, hogy nincs női irodalom, férfi. Igen, egyszerre több mindegy. Olyan értelemben nincs, hogy mindegy, hogy ki írja. Tehát írhat nőkönyvet egy férfi is, mint melléket táblán látjuk, melléket ábrán látjuk, és írhat egy nő is férfiról. Az az író gyerekkora, amikor még csak olyan főszereplőt tud megírni, amilyen ő maga. Uh-huh. És ez nagyon jellemző a magyar irodalomra, hogy öregszenek a szerzők, öregszenek a főhősök, de mindig mégis a főhős a szerzőből indul ki. Az írói felnőttkor az, amikor meg tudsz írni egy szemüveges szőke lányt, egy sánta öregnénit, egy kutyát, vagy egy Covid vírust, vagy amit akarsz. Uh-huh. De most én sokat foglalkoztam női alakokkal, tehát van egy regényem, amelyik nem sült el úgy, mint én szerettem volna, az a cím, hogy Sánta kutya. Uh-huh. Az egy asszony élete. A 8 részben, a 20. században. És aztán hát van ez, meg van az anya, csak egy vannak a női része, ugye, mert az egy ilyen komplikáltabb történet. Viszont az, hogy ne volna női szöveg, az nem egészen igaz. Uh-huh. Most a beszélgetésünket legépelné valaki, akkor pontosan meg lehetne mondani, amikor te beszélsz, hogy mi abban a nőies, és amikor én beszélek, hogy mi abban a férfias. De én egy bonyolult lélek vagyok, és bennem nagyon erősek a társadalom által nőinek tekintett vonások. Tehát kezdjük ott, hogy nagyon érzelmes vagyok. Ugye ez a szereposztás, hogy a férfi dolgozik a bányában, a nő megérzelmes. De ezek társadalmi konstrukciók, nem? Hát ez így megállapította a paternalista társadalom, de nincs egészen igaza, mert vannak azért olyan férfiak, akik érzelmesek, mint én, uh-huh, és vannak olyan nők, akik olyanok, mint egy katonatiszt. Szóval ez egy ilyen vegyes dolog. Illetve van olyan, aki tud ilyen lenni, szerepje válogatja, hogy éppen milyen szerepében van egy nő. Igen, hát, igen. Ide egy közbeékelve, ha azt mondod, hogy te bonyolult lélek vagy, mert erősek benned a nőiesnek tartott vonásai, akkor tükrözve, én pedig bonyolult lélek vagyok, mert bennem megerősek a férfiasnak tartott vonások, de csak akkor, amikor erre szükségem van egy-egy élethelyzetben, hát vagy jó, előhívja egy élethelyzet. De hogy mire van szüksége az embernek, azt nagyon nehéz. Hát igen. Azt mondod, hogy ha ezt most legépelnénk, akkor lehetne érezni, anélkül, hogy tudnánk, hogy ki beszél, hogy női szöveget halljunk, vagy de miből? Szerinted? Hát ne vegyünk engem most, mert én egy olyan ember vagyok, aki abból él, hogy mondatokat komponál. Tehát eléggé nyomdakészen beszélek. De mégis, ha legépeled, ahogy beszélek, lesznek befejezetlen mondatok. Mert az élő beszéd ilyen. Eszembe jut valami másik hülyeség, kinyitok egy új fájlt, de azért nagyjából zártak lesznek.
a női beszéd, különösen, ha nem ilyen higgadt beszélgetés van, mint ez a miénk, akkor nagyon felfűtött, és egészen töredezett. Aha. És akkor ezt nagyon jól lehet ábrázolni, ha valaki ezt egyszer megjegyzi, de meggyőződésem, hogy ez olyan, mint a zenei képesség, tehát fülhallás. Én hallom, ahogy a nők beszélnek, és például itt a nők valóságos modellekből gyúródtak össze. Tehát van egy 90 fölötti néni, akinek a szövegéből lett a nagymama. Tehát aha, vannak igazi modellek, csak figuránként nem egy, hanem több, igen. De ez már az anyakönyvedben is, és azért térek oda újra és újra vissza, mert nekem ugye ebben az óriási életműből, ami már mostanáig is megszületett a kezeid közül, nekem talán nem véletlenül az a, talán a leginkább ott kapcsolódom hozzád, az anyaseben keresztül, meg az édesanyád történetén keresztül, ami persze nem csak az édesanyád története, és itt jön be az, hogy kiből mindenkiből gyúródik egy-egy karakter, akár egy női karakter is, mondjuk az anya csak egy van az édesanyád, vagy az 57 lépésben a három generáció, és hogy mikor válik el a valós karaktertől. Tehát mondjuk anyukád mikor szűnt meg az anyukád lenni abban a szövegben? Amikor abban a pillanatban, hogy leültél írni? Nem, tehát ez úgy szokott lenni, mondjuk beszéljünk az anya csak egy van, beszéljünk egy dolog. Igen. Én már gimnazista koromban akartam írni regényt anyámról. Az volt a meggyőződésem, hogy ő olyan, mint a szocializmus. És sok cenzurális akadályba ütköztem, tehát gondoltam, anyámról azt írok, amit akarok. És akkor majd összekacsintunk az olvasóval, és én anyámról írok, de azért a szocializmusról van szó. Ugyanis anyám milyen volt? Kegyetlen, szeszélyes, sértődékeny, kiszámíthatatlan, prüd, de volt egy bizonyos humor abban, amilyen ő volt. És az a szocializmus, amiben én úgy belenőttem már gimnazista koromra, az is ilyen volt. Volt egyfajta humora ennek a gulyás szocializmusnak, amitől nem azt mondom, hogy jó volt, de hát ilyen volt. Igen. És akkor próbáltam egy olyan női figurát ábrázolni, amelyik ilyen. De akkor én még gimnazista voltam. Akkor mindenféle politikai bonyodalmak után egy második egyetemre végre fölvettek. Igen, és akkor viszont rögtön, hát az is ELTE volt, csak az csak a jog. Igen, csak nem a bölcsészkarra. Bölcsészkarra nem vettek föl különböző mások politikai valahogy miatt. Mindegy, ez unalmas, nem. Jó. Csak azt taglalom. Ha már női beszél, akkor. Vagy a katonaságban újra nekiugrottam. Aha. És mindig az volt a címe, hogy anya. Tudtam én, hogy Gorkinek is van egy anya, de az még direkt jó is volt, mert az meg a Szovjetunió szimbolizálta. Gondoltam, akkor ezt majd jól értik ezek itt az én drága olvasai. De ott is folyton figyelt az elhárítás. És az én spirálfüzetemet, ugye nem volt még Xerox, meg ilyesmi, valamilyen katonatársak lefényképeztek mikrofilmre minden egyes oldal. De én nem tudom azt, hogy én mit írok, tehát én azt nem tudom fejből. Persze. Csak volt egy egész napos vallatás, és belekérdeztek, hogy és az mit jelent? Mire kintem ott azt, hogy nem tudom. És erre, hogy mit reagáltak az elvtársak? Hát, rendőrhatósági figyelmeztetést kaptam. Azt a mindenit, aha. Az volt benne a vádpont, ez elég vicces, hogy egy, ön rendőrhatósági figyelmeztetést kap, mert az ön eszméi államellenesek, tehát nekem erről papírom van. Hogy államellenesek az eszméid? Jól előhúzhatnám, amikor mondják, hogy ilyen a szocializmusban ilyen kedvenc izé voltam. Ja, igen. Hát igen, csak éppen rendőrhatósági figyelmeztetés. Második vádpont, mert barátságban áll Haraszti Miklóssal. Az még jobb. Na mindegy. Lényeg az, hogy ettől elment a kedvem ettől az egész szövegtől. Hazahoztam ugyanezt a füzetet, de... Már katonaságból. Igen. Meg hát élt anyám. Uh-huh. Ez egy akadály. És mire neki láthattam, hogy ezt megírjam, meghalt anyám, és megszűnt a szocializmus. Tehát hirtelen egy... Igen, új koncepció. De addigra már kialakult egy figura bennem, amelyik anyámból és az öt legfontosabb betegtársból, akikkel igen, elég sokat volt együtt az elmegyógyintézetben, meg a dr. Tunkler Rikánál, aki az igazi orvosa volt. Igen, ő ugye mániás depresszióval diagnosztizálták őt. Igen. És nagyon-nagyon, amikor olvastam őt, akkor együtt megy vele föl, meg le az ember, és ez valami elképesztően fárasztó lét
lehetett. Tehát hát, nekem az a, nem csak vele élni, hanem benne élni is nagyon fárasztó. De képzeld, neki milyen fárasztó. Azt, ezt mondom. Csak az a baj, hogy neki. Amikor mániás depressziós rokonod van, akkor valahogy ezt még nem éled át. Hogy persze. Neki, mert hogy én is rengeteget, mondjuk így, hogy haragudtam rá. Mm. Hát kezdjük ott, hogy kellett vinnem 100 féle orvoshoz napi rendszerességgel. Mindent el kellett intéznem, vagy mit tudom én, amikor vettem neki egy lakást, hogy a közelemben lakjék, hogy ne legyen ez olyan nehéz, és vettem bele bútorokat, hát amire rámutatott, azt megvettem, és akkor bemutatták egy színdarabomat az Egyesült Államokban. Mire hazajöttem, tök üres volt a lakás, csak a mesztelen parketta, meg egy matrac, meg egy piros, eladta, hogy ő neki újdonság kell, új bútorok. És megvettük gyakorlatilag ugyanazokat, vagy ugyanolyat. Ezek mind ilyen bizományi áru, az merő ezeket a stílbútorokat szeret, tehát apja asztalos úr. Asztalos család, igen. Na, tehát ez nagyon nehéz ezt így élni. De ha őt írtam volna, meg sokkal dühösebb szöveg lett volna. De addigra láttam a többi szerencsétlent, akikkel mindig ott megosztotta a sorsát, és a regény végül is már nem arról szól, ugye, hogy olyan, mint a szocializmus, hanem arról szól, hogy van egy a társadalom által kibírhatatlannak tartott idős, kiszámíthatatlan bolond asszony, aki azonban sokkal jobb fej, mint a társadalom által normálisnak hitt fia. És ez már egy regény ötlet. Hát nem csak, hogy normálisnak hitt, hanem felemelt. Tehát, hogy ugye ott azért... Díjazott, és ott egy nagyon... Ez is egy nagyon érdekes áthallás volt nekem, hogy ugye ott ugyan humorista a fiú, nem író, tévé és a többi, de hogy ő egy felemelt, és hogy mennyire, micsoda súly ez. Igen. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy a figurák hogy jönnek létre, a fiút, azt én külsőleg a Székely József nevű szegény, csak azért, mert meghalt színészről mintáztam, akivel valamennyire jóba voltam, és ez, hogy humorista, meg mint tudom én, tehát mondjuk így, hogy belsőleg meg a nagy Bandó Andrásról. Uh-huh. Ezt a két figurát így addig gyurmákoltam össze, míg létrejött ez a film. Uh-huh. És amikor ezt írtam, én még nem tévéztem. Aztán nem, az olvasók nem, mert amikor megjelent, akkor viszont már igen. Mert akkor meg már oltatlanul összekapcsoltuk hát téged vele, hát mert hogy ez ilyen, ez is már a de tévének nem, a bélyege, meg a súlya. Az egy komoly bélyeg, de az ez nem így van. Bélyeg. Tehát nem, történetileg nem így történt. Viszont az, hogy amikor megjelent, és te már kép országos ismertségű ember voltál, hogy oltatlanul belehelyeződött az addigi munkád ebbe az új kontextusban, meg az egész életed. Ezt értem és elfogadom, persze. De hogy ezt te többször is mondtad, hogy ez azért olyan nagyon nem örültél feltétlenül te mindig ennek a fajta. Tehát, hogy az ismertségnek ekkora vált, tehát, hogy ennek a súlyú ismert. Ez egy más szövető ismertség, mint amit az ember az irodalomban. Igen, de nem olyan jó ismertség, mert attól kezdve, hogy én tévéműsorokat készítettem, és miért készítettem? Mert felkértek rá, tehát nem az én hülye ötletem volt. De lehetett volna nemet mondani. Hát, én nem tudok olyanra nemet mondani, mert ez kedvem van. Mm. És úgy éreztem, hogy én egy másféle tévéműsort fog készíteni, mint amilyeneket szoktak. Olyat, ahol a írói, szerkesztői, emberismerői képességemet tudom kamatoztatni, és ez így is lett. De mégis, amikor elkezdtem ott a tévébe vitézkedni, és én nem is tudtam róla, hogy én híres lettem. Nem? Nem. Emlékszem, egyszer a Szegvári Katival ültünk a Dunapark kávéházban. Ahova megyünk egyébként, most hogy arra felmegyünk. Igen, hát oda megyünk. Oda megyünk abba a házba, igen. És ott ültünk, és beszélgettünk arról, hogy kiket hívjak meg mit tudom én. Mert tulajdonképpen ő és az Érdi Sándor kértek fel, igen. És akkor egyszer csak azt mondtam, hogy te Kati, annyira néznek a szomszédosztoktól, lehettem magam, vagy mi van? Mert azt mondta, te hülye vagy, te híres vagy azért. Én? Hát ez akkor 3/4 éve ment, és vasárnap, és 10 után kezdődött. Éjjel ment először. És én arra gondoltam, hogy hát senki nem nézi ezt, csak néhány ilyen értelmiségi vágyfülű, és úgy is csináltam a műsort olyanoknak. És amikor kiderült, hogy mégse azok nézik, áttették péntekre egy nagyon jó műsoridőbe, akkor se remegett meg a lábam, ugyanolyan műsorokat csináltam. Igen, ezt akartam mondani, hogy te pont ugyanazt hoztad az elejétől a végéig. Ez tehát, hogy pont azt a, bocsáss meg, hogy ezt mondom, de ezt a üdítően antitévés hozzáállást hoztad. Én soha nem siettem. Nem néztél a kamerába, mit tudom én, főleg a monologizálásnál az tűnt fel, hogy az, ott ugye élő közönség előtt vettétek ezt a Radnóti Mára. Én nekik beszéltem. Igen. Mindig mondták, hogy de nézzek abba a kamerában, mert ilyen ég a lámpa. Mondom, gyerekek, én ezzel nem törődöm, ügyeskedjetek. Mm. És így. Na, de azt akartam mondani, hogy elkezdett ismerni az ország. Igen.
És akkor, ha megvették az anya csak egy olyant, vagy akkor jött meg a Bár című novellás kötetem, ez egy fontos pont volt az én munkáim között. És akkor mondták, hogy ők az én hangomon hallják. Ajjaj. Az nem jó. Hát igen, csak tehát az nem jó, hogyha ha ismerjük Tolstojt, és az ő hangján halljuk, kis recsegő hangja volt, az nem segít. Vagy a Babicsot biztos hallottad szavalni hallottam. Na nem kell az. Ez egy kicsit olyan illúzióromboló volt. Lehet mondani. Na most igen. Én meg úgy éreztem, hogy ez is az. De már nem lehetett mit csinálni. Mit tettem én? 3 év után abba hagytam az egészet. De hiába. Tehát ez egy életre szól. Hát abba hagytad az egészet, de ez lett másik műsor. Igen, de hát 3 évig volt a lehetetlen, utána 3 év szünet. 2 évig volt a rögtön. Megint 3 év szünet. Ja, hogy voltak ilyen. Volt 10 darab. Két ember, de az nem talk show volt, hanem igazából film. Igen. Szóval nem olyan hosszan csináltam én ezt, mint amennyire az emberek érzik, és ez azért van, mert a magyar televízió aztán szenesre ismételte az én műsoraimat, és mindenki azt hiszi, de ez így van, tehát ez ha jól számolom, 3 meg 2 az 5, meg mondjuk, hát 7. Összesen, ha összerakjuk. Azért az akkor is elég sok, ahhoz képest, hogy ez egy ilyen kirándulásocskának indul. Ez szerintem kiegészítő sport volt az én életemben, nagyon szerettem, nagyon sokat profitáltam belőle, és nagyon sokat vesztettem. Az élet ilyen, you win some, you lose some, mondja az angol, tehát van nyereség és veszteség, nem baj. Megbánás van benned? Semmi. Semmi. Nagyon sokat tanultam belőle, íróként. Mit? Hát embereket. Tehát ez, ugye én úgy kezdtem, hogy leültem valakivel, és 1-2 napig beszéltettem. Nem a kamerák előtt. A műsor, háttér. Kávéházban vagy a lakásán. És akkor mentem végig az életén, csecsemőkor, kisgyerekkor, kamaszkor, stb. És a jobb történeteket így lejegyzeteltem. És akkor írtam egy vázlatot. 7 történetet választottam mindig, mert tudtam, hogy 5 fér bele. És a 2 kevésbé sikerült, tehát úgy, hogy van, kivágom, kész. És akkor, de kicsit úgy bele is írtam. Tehát a valóságtól előre. Hogy kicsit dramatizáltál? Vagy nem, vagy mondjuk azt mondtam, hogy amikor meséled, mert én a szomorú történetekben nagyon buktam. Azt, hogy a közönség mindig röhögött arról, én nem tehetem. Na, és akkor odaírtam, mikor azt meséled, hogy anyád meghalt, teljesen jó, de azt a részt hagyd ki, mert az nem olyan jó. És mi lenne, ha úgy fejeznéd be, és beleírtam valamit, mint egy novellista. Uh-huh. És az esetek többségében ezt el is fogadták. Erre vevők voltak? Igen, és akkor ez úgy. És a legviccesebb az volt, már rég befejeztem a tévézést, és akkor egy általam, tehát az egyik vendégem valami más műsorban mesélt valamit, és az általam megírtat, mondta. Magáévát tette az életében. Nagyon büszke voltam, mert ugye mit akarunk, hagyni egy nyomot a világba? Hát én ezt a nyomot hagytam az ő életén, hogy kicsit átírtam az anyja halálát. Olyan vagy egyébként, hogy akivel van valamilyen szoros munkakapcsolatod, vagy barátságod, akkor követed, tehát hogy hosszú távú játékos? Próbálom, de nem lehet. Tehát, ugye, a lehetetlennek volt 77 nagy vendége és 77 kis vendége. Na most én úgy csináltam ezt, hogy mind azt hittük a műsor végére, hogy mi barátok vagyunk. De ennyi barátod nem lehet. És azt én nem mondhattam a neves színművésznek, hogy ne haragudj, most a neves színművésznő a barátom épp. Uh-huh. És aztán meg egy másik lesz. Tehát ezt valahogy erre nekem is kellett egy ilyen rutint kialakítani, de mindenkivel, akivel műsort csináltam, műsor után még egyszer úgymond barátkoztunk, vagy kétszer. Uh-huh. És akkor finoman le kellett építeni, mert nem lehet. A barátságokról jut eszembe, hogy téged hamar felfedeztek íróként. Igen. Ugye ilyen 18-19... Igen? Úgy érzed, hogy túl hamar? Miért? Mert az én életemet végig kísérte az, hogy általában közösségek nem fogadtak be. Uh-huh. Viszont ott az az akkori, mondjuk nagyíróknak a közössége, amelyik az új írás köré csoportosult, azok befogadtak. És akkor hát én lubickoltam. Tehát ez olyan, mint hogyha olvasod a mesekönyvet, és egyszer csak bemehetsz a mesékbe. Hát olyan nevekről beszélni. Déri, Őrkény, Mándi. Vörös. Nem? Vörös is, de hát mindenki, aki akkor ilyen szorosabb kapcsolatot. Igen. És azok oda beengedtek magukhoz, és én táncos léptekkel csak velük foglalkoztam, a nemzedékemmel, nem is jutott már időre. És akkor egyszer csak ők így, mintha karmester beintett volna, mind meghaltak. Uh-huh. És akkor itt maradtam magamba, ekkor tehát úgy 30 és 40 között voltam, ráadásul el is mentem Amerikába, és akkor, tehát valahogy úgy
kimaradtam abból az írói közösségből, amely ami a kortársak hátam mögött létrejött a kortársak között. Meg ráadásul én nem iszom, nem járok ilyen bandázásba, én otthon ülök, és olvasok, és csinálom a dolgot. Én nem vagyok igazából... Nem vagy egy társaságnyomber? Nem vagy, abszolút, nem vagyok ilyen bohém, tudod, zenészek, ahogy az írókat bohémek. Elképzeljük nem, meg. Nem, én nem. Én vagyok, mint egy könyvelő, vagy nem tudom. vagy egy kis vendéglő tulajdonosa. Aha. És akkor ezért aztán mindig minden közösségből kimaradtam, és akkor még nagyon sokat tett ez ellen az Amerika, hogy itt mindenki vért köpött, én meg elmentem, és egy pillanat alatt találtam munkát. Nem is akármilyet, igen, akkor, egyetemen, ugye? Akkor hazajöttem, akkor itt mindenki szomorú volt, kiadó kép csődbe, akkor csináltam egy kiadót. Ez se tetszett. Megint egy külön utas megoldás. Akkor mire azon úgy ledolgozódtam, és akkor még arról nem beszéltem, hogy a politikai ügyek miatt mindenki azt hitte, hogy én egy ilyen baloldali barom vagyok. Hát, most sajnos nem vagy, sajnos, nem vagy egy baloldali barom? Egyáltalán nem. Én egy, milyen oldali barom vagy? Mi szegény belgák, hova álljunk? Aha. Középső oldali barom. Igen. Okay. Na, és nagyon sok jobboldali eszme is tetszik nekem, nem szélső jobboldali, csak olyan jobboldali, és sok baloldali is, és én, nekem nincsenek ilyen oldalaim. De hiába, mert a kamaszkori barátaim azok az SZDSZ alapítói lettek, és akkor mindenki eldöntötte, hogy én az SZDSZ-hez tartozom. Noha nem voltam párttag, nem mentem oda, már nem is tartottak a kapcsolatot, de mégis. De zavarnak téged ezek a címkék? Tehát a valakit, aki ennyire nem besorolható a saját életében, és mindig is külön utas volt, a kívülállás az alapélménye, hogyha a társadalom vagy a közösség mégiscsak besorolja, mégiscsak felcímkézi, az mit vált ki belőled? Tulajdonképpen semmit, de érzékelem. Tehát nem foglalkozom én ezzel, mondjuk úgy, hogy zavart. Elég hosszan zavart. Tehát amikor voltam olyan 40 voltam, mire hazatértem az Egyesült Államokból, akkor zavart egy kicsi ideig. És akkor, de akkor úgy kezdett megszűnni ez már, akkor jött a tévézés. Na most a tévé az olyan, mint amikor korpa közé keveredsz. Ott hirtelen az írótársadalom elkezd nagyon haragudni rád, vagy legalábbis... Hát és ez főleg azért furcsa, mert néhányat kivetni. Meghívtam a tévéműsoromban, és aztán, amikor már nem tévéztem, tartottam ilyen beszélgetéseket egy Alexandra nevű könyvesból. Igen, igen. Pódiumon. Azt fölvette először a nem tudom milyen kis televízió, aztán a Duna, és le is adták. De azt nem én vágtam, semmit sem, mert a saját fölvették és az övék. Ott mindent én csináltam. Igen. Azért azt nem tekintem annak. De hát mégiscsak valamiféle ilyen képernyőszerű ízé volt. És aki élt és mozgott, mindenkit meghívtam, és azért ez nekik jó volt. Hát persze. De ez se oldotta ezt. Tehát én valahogy megmaradtam ez az örök kívülálló. Ma már én ezt büszkén viselem. Tehát úgy érzem, hogy ez jó, hogy ilyen is lehet valaki. Nagyon sok minden jut erről eszembe. Az egyik az, hogy a kívülállás, hogy mint hogyha az apukádnak is élménye volt ez, nem? Vagy hogy volt köztetek valami olyan, valahogy ilyen valami rémlik, hogy ezt ő is valahogy pozitív dolognak tartotta, nem? Nem, hát az én édesapám szegény, az egy pécsi polgárcsarád sarja, ők cipőboltosok voltak. És például Vörös Sándor mesélte nekem, hogy ő vett hitelben cipőt a nagyapámtól, akit úgy hívtak, hogy Vámos Miklós. És mire visszaadhatta volna, elvitték őket. És kérdezte tőlem, Sanyika, hogy visszaadja-e nekem, és mondtam, ne. Na most apám munkaszolgálatos volt, és majdnem belehalt, és onnan valahogy hazajött, mint egy élő halott. Tehát ő már nem élt, csak látszólag. Az, hogy ő ezt élvezte volna, nem hiszem, de nem beszélni. Nem úgy értem az élvezetet, hát, nyilván. Nem. Ő is egy, az tény, hogy ő is egy ilyen magányos bozótharcos volt, azzal a különbséggel, hogy ő nem harcolt már. Igen. Ő csak úgy vegetált. És hát én ma már sokkal jobban megértem őt is, meg anyámat is. Azt hiszem az idősödés legnagyobb előnye az, hogy elkezded megérteni azokat az embereket. Hát nem csak a szüleidet. Én azokat is megértem, akik mondjuk engem utálnak. Mert megvan rá az okuk, jó, hát gyerekek, ha nektek ez jó, utáljatok. Tehát nem foglalkozom. Uh-huh. Az olyan érdekes, nem tényleg, ahogy az ember, amikor együtt él velük, akkor nem érti igazából. Nem ismeri a szüleit, mint embereket. Mint szülőket, igen.
De mint embereket valami keveset ismerjük. De miért ismernénk? Nem az a funkciójuk az életében. Hát az, igen, ezt mondom. Meg tetszik ott, hogy nem is tekintjük őket olyan embernek. Értelme. Hát én az élőlényt akartam. Ugyanaz, hiszen ők nem arra vannak. Ők két kirendelt rabszolga, hajtsák végre a feladatokat, és hagyjanak békén. De aztán később úgy meg lehet érteni, és én ezen elég sokat dolgoztam. Kezdjük ott, hogy regényeket írtam. Hogy... És olyan érdekes, hogy ugye a legutolsó regényemnek az a cím, hogy Dunapest. Ezt azt hiszem, te tudod. Én tudom, igen. És azt, amikor írtam, akkor annyi mindent megértettem apámról, ami nincs benne. Tehát ez nem arról szól. Ez egy olyan könyv, ami azért született. Az is egy régi ötlet volt, ami egyszer csak így megvalósult. Nagyon-nagyon feljött régi. Feljött a felszínre. De az érdekelt engem, mindig két dolog érdekel engem, egy üzenet, vagy nevezhetjük gondolatnak, régebben mondani valónak mondták ezt, de az annyira unsikkes, hogy ezt nem mondom. Nekem tetszik. Jó. Úgyhogy mondjad. Mindegy. Szóval nekem kell egy ilyen gondolat, amit szeretnék kifejezni, mert úgy érzem, hogy akkor hasznot hajtok, ha ezt kifejezem. És kell egy olyan formai, technikai, irodalmi megoldás, ami hitten érdekessé válik. Uh-huh. És itt az érdekelt engem, lehet-e olyan regényt írni, amelyik először is tényeken alapszik. Hát amit én ott Raoul Wallenbergről, vagy Karl Lutzról, vagy egy építészről előhozok, azok mind tények. Egy nem tény, azt majd mindjárt elmondom. Uh-huh. De tehát tény. Azt is mondhatnám, hogy tehát ez fikció. Nem. Tehát ez non-fiction, tényregény. Dokumentum, igen, majd be, tényregény. De hát azért mégis fikció, mert én írtam, és regény, és vannak olyan alakok benne, igen, akik a valóságban esetleg nem léteztek, vagy léteztek, mint Helta Ilyenő, de én nem ismertem őket, és nem is lehet róluk eleget megtudni. Na, és akkor megy így ez a regény, és egyszer csak a végén lefoszlik ez a szép irodalom a történetről, és jönnek az igazi tények, amelyeket valahonnan ki lehet ollózni, el lehet olvasni, ki lehet kutatni. Lehet-e ilyen regényt írni? Én első hallásra azt mondtam, hogy nem. Azért vártam ilyen hosszan. Uh-huh. De hát látod, hogy mégis lehet. És az eléggé beütött. Tehát úgy érzem, hogy sikeres volt, bármilyen hihetetlen, még jó kritikákat is kapott. Bármilyen, miért hihetetlen? Nem, rólam ritkán szoktak jó kritikákat írni, mert a jó kritikákat azért mégis a bölcsészkarhoz közel állok. Írják, és a bölcsészkarok nem méltányolják az ilyet, aki így fittyet hány rájuk. Ha, már megint ez a kívülállás. Hát ez van, na. Nem, jó, hát csak mint egy ilyen búvópatak jön elő mindig. Hogy az köti össze nekem a Dunapest történetet, meg az egész, azt a témát, amit felszínre hoztál ezzel. Például a holokausznak a traumája sok-sok generációt áthat azokra is, akik már nem, talán nem is ismernek akár személyesen olyanokat, akik átérték ezt akkor és ott, és hogy mit kezdünk vele sok generáció után. Szóval, hogy a traumatizáltságnak a transzgenerációs feldolgozását én látom ebben az új kis regényben is. Ugye az 57 lépésben, igen, meg azt, hogy hogyan kép... Hogy például az 57 lépés, ami ugye egy másik... annak is a történelmi időszak, ahol az elindul, ahol ugye a nagymama traumatizálódik, és az ő rajta elkövetett erőszak, az is nagyjából ez az időszak, csak ugye ott a szovjet katonákhoz köthető, tehát hogy a nőkön elkövetett erőszak traumatizáltsága megy második, harmadik generációra is át, és ahogy az áldozatiság, az áldozati sor söröklődik, hogy választunk bele ugyanabban a sorslépésekbe, lányként, unokaként. Na, szóval, hogy ez a fajta, szóval ezzel sokat foglalkozol, és ezzel sokkal többet kellene szerintem társadalmi szinten, olvasóként is foglalkoznunk, mert valahogy én azt érzem, hogy még mindig nagyon sok mindenről nem beszélünk, vagy nem beszélünk jól. És a tabusítás, a hallgatás, az melegágya ezeknek a traumáknak a továbbvitelének, annak, hogy nem tudunk tőle szabadulni, hogy nem tudunk jól gyógyulni. Nézd, a lélektan tudománya rengeteget foglalkozik ezzel, igen, de az nem közismert. És mondok egy furcsát, ugye én úgynevezett második generációs holokauszt család, igen, tag vagyok, mert az apám, a nagyszüleim, tehát az egész atyai család nagyon érintett volt. Én meg nem, hát 50-ben születtem. De
azt állapították meg pszichológusok, pszichiáterek, akik ezzel foglalkoznak, hogy a másodgeneráció az én vagyok. És még a harmad is, tehát az én gyerekeim. Van egy olyan lélektani, nem nevezném betegségnek, becsípődés, mondjuk, hogy mi nem nagyon jól tudjuk megkülönböztetni az érzelmeket. Uh-huh. És én ezt átéltem egész életemben, talán ma is. Tehát van egy érzelem, és akkor nekem nehezemre esik eldönteni, hogy ez mi. Szeretet, szerelem, barátság, hogy mi ez. Csak azt tudom, hogy ez egy olyan forró dolog, és valamit ezzel kezdeni kell. Ez az egyik. A másik, hogyha mondjuk tegyük föl azt a helyzetet, hogy mi férfi és női kapcsolatban lennénk. És akkor én nehezen tudnám eldönteni, hogy te vagy szerelmes belém, vagy én vagyok szerelmes beléd, vagy mi vagyunk szerelmesek belénk. Uh-huh. Ez nekem egész életemben problémát okozott. Persze vannak ilyen kiszögellő pontok, ahol nem. Uh-huh. De ez nekem nagyon ismerős. És megállapították, hogy a holokauszt második, harmadik nemzedékre ez nagyon jellemző. És tudod, kikre jellemző? Még ugyanez. Kikre? Az alkoholisták gyerekeire. Ugyanez. És azt is megállapították, hogy miért van ez? Vagy hát ezek a mintek? Senki se tudja, nem. Nem csak, hogy nem. Miből adódhat de ez? De én például ezen napi rendszerességgel gondolkodom. És jutottál velem erre? Nem. Ha jutok, lesz egy könyv. Hogy megírom. Igen, ez nagy, hát meg ugye a sejtszintű memória, azért most már tényleg elkezdtünk elég sokat hallani erről, az örökölt sorsokról. Igen. És a Dunapestben, az 57 lépésben, és ezért nagyon sokat gondolkoztam ezen, miközben olvastam ezt az új kis regényt, hogy a lány sorsa mennyire benne van már előre a nagymama sorsában, és viszont, és hogy ez hogy hatunk egymásra. Ezt továbbadjuk sajnos. Igen, és hogy mi kell ahhoz, hogy megtörjük ezeket a spirálokat, vajon? Hát én szerintem a kommunikáció. Mm. Hát azért adjuk tovább ezeket, mert nem ülünk le az utódainkkal kommunikálni erről. Hát figyelj, vigyázzál, mert van azért egy ilyen dolog. És ez nálatok is volt, tehát édesapád, ezt mondod is, hogy ő befelejelte ezt. Ő nem volt hajlandó kapcsolatban. Tehát, ti nem beszéltetek erről. De senkivel nem. Én nem tudtam, hogy ő munkaszolgálatos volt. Ami döbbenet, hogy te hát ilyen tizenévesen hallottál. Igen, igen. Meg ahogy az is hogy azért egy mániás depressziós édesanyával egy erősen traumatizált, lezárt, érzelmileg zárt, kommunikációs szinten lezárt apával, te ilyen nagyon-nagyon, tehát nagyon hamar kellett neked felnőni. Nem? Sajnos. Tehát, hogy egy parentifikált gyerek voltál, ha már lélektan és lélektani kifejezések. Igen, mert hogy, igaz. Mert hogy neked ott egyszer csak, nem is tudom, családfőnek kellett lenni. És a két szülőd, a két felnőtt ment át gyerekbe. Hát ez pontos. Vajon például az apaságodban ezt hol tetten éred ezt? Vagy van-e ilyen? Igyekszem ezzel nem foglalkozni, de tetten érem. Most, hogy megkérdeztem. Aha, és azt elmondod, hogy vagy ez már túl bent van? Nem az, hogy túl bent van, hanem nagyon ködösen tudnám csak mondani. De nem tudom, hanem érzem. Uh-huh. Tehát egyszer ezt meg kéne írni, de... Ugye én egyszer megpróbáltam már ezt egy Csillagok világa című könyvben. Nagyon sok mindent megpróbáltam kifejezni apaságról, meg szülői kapcsolatról, de nem sikerült ez olyan elég jól. Aha. Már ez a rész. Más dolgok kerültek előtérbe. Lehet, hogy majd egyszerűen még nem jött el az ideje, még nem? Túl fiatal. Igen, kérlek szépen, majd nem tudom. Igen. Majd amikor még felnőttebb bíró leszel. Igen, ennél is. Hány évesek most a fiúk? 18-9? 18 múlt mind a kettő. És jól érted őket? Hát nézd, szülőnek lenni az egy mesterség. Igen. Az egyetlen mesterség, amihez nem kell semmiféle végzettség. Tehát az, hogy a kisbabáddal a bölcsödébe foglalkozom, valaki x évig kell tanulni. De ahhoz, hogy szűj egyet, és te azt csinálj, amit akarsz, nem kell semmi. Az semmi se kell. Ami egyébként nem helyes. Nem, a szülők iskolája milyen jó kezdeményezés az, vagy volt az? Ha nem is, de hogy valamilyen tanfolyamot azért csak el igen. kell égezni. Egyébként tényleg, igen. Na, szóval, hogy azért ismerül föl, mert azért ők 18, de kicsit több. Szóval, hogy
Nagy a korkülönbség a gyerekekkel, csak határozottan. És hogy ez kihívás tud lenni, nem? Hát nézd, 53 voltam, amikor megszülettek. Hmm. Akkor én már úgy éreztem, hogy túl vagyok az atyai koron, és nagyon összekaptam magam, hogy na jó, utolsó projekt az életemben. De aztán úgy alakult, hogy szerencsésen most ők 18 elmúltak, és még mindig itt vagyok. És most egyre tolom azt a pontot, ameddig elkísérném őket az életükben. Menjünk fel. Ugye, ha oda nézel, ott van egy Raoul Wallenberg emlékszobor. Ezt a háború után akarták itt elhelyezni a medence mellett, és az oroszok ellopták. Nem kínos volt nekik a Wallenberg. És amikor én ebben a házban laktam sokáig, azért 79-ben. De még van itt egy kis... Kezdtem. Van, de az nem az a műhely fele. Na, és akkor én nem tudtam, hogy ez egy ilyen svéd ház volt. És az egész ház történetet nem tudtam. Csak azt tudtam, hogy akikkel lakást cseréltem, öreg bácsi, öreg néni, itt volt nekik az Auschwitz-i szám. Én soha olyat nem láttam, de nagy eszemmel kitaláltam, hogy ez csak az lehet. És gondoltam, beléptem ebbe az előcsarnokba, amit majd mindjárt megláttuk. Gondoltam, hát ez egy regény. Gondoltam 1979-ben. De nem foglalkoztam vele. Ugye ezt... Ja, Hofstetter Béla és Domenech Ferenc. Ők tervezték, és az Alföldi Cukorgyárnak tervezték. A Cukorgyár Nyugdíj Intézetének ez volt a befektetés. Mm. Mert ugye úgy kell a nyugdíjintézetnek működni, veszel ingatlant, kiadod, és akkor és a nyugdíjasokat. És akkor ez védett ház volt. Valamennyire, de egy két házban összeépítve, most a részleteket át tudom. Nem, azt, meg azt el lehet olvasni az a regényben. Hát igen, ami erről fontos, az a Dunapestben benne van. De egy szép napon, mert mindig foglalkoztatott ez. Rájöttem, hogy az a lakótér, ami nekem mai napig itt van, az a Hofstetter Béla nevű tervező nagyobb lakásának a része volt. Aha. Tehát én az ő lábnyomain járok, és őt szegényt itt belőtték a Dunába, közel a házhoz, ami szintén a Dunapestben igen. És akkor úgy éreztem, nem mondom, most meg kell írni, nem lehet ezt tovább. Na, és szó van ebben a könyvben az úgynevezett zsidó nyaralásról. Ugye csupa zsidó lakott itt addigra már, és nem mehettek ki, és a tetőn nyaraltak, fölvittek nyugányokat. Most ez olyan mázlisták vagytok, hogy ezt megmutatom nektek, ezt a tetőt, és hogy hol. Ahol itt például szép Ernő is része volt ennek. Hát nagyon szépen köszönjük. Csodálatos itt van, tényleg. Én amikor itt laktam, és nem volt még az a lakás, följárkáltam be egy kempingszéken, és ott, ahol ez a hátsó antenna van, úgyhogy álltam még ott volt ez a kémény, ott üldögéltem, és itt, hát ha nem is írtam, de ábrándoztam, légyzeteltem. Fejben írtál. És úgy éreztem, hogy én vagyok a legnagyobb magyar író, aki itt fönn. Igen. Csodás. Próbálj, kísérelj úr meg egy közös képet. Tessék. Muszáj valahogy méltóság teljesen megöregedni, mert hogy én szeretnék úgy megöregedni, hogy unokázom, hogy boldog vagyok, hogy kedvel csinálom végig az életemet. És gondolom, az sem véletlen, hogy én akartam egy normális civil életet is a pályám mellé. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.